Ugyanabban a szerepben sérült meg Homonai Zsolt és Mészáros Árpád Zsolt. A művészek egymást váltják a darabban, így az elátkozott szerep már két színész döntött ágynak. Korábban mással beszélgetünk a balesetről, a rövid részlet után pedig Homonai Zsoltot kérdezzük az állapotáról. Hát az egyik díszletelemre én felugorva, azt hittem, hogy még 20 éves vagyok is megcsukta a biztosítás, és ezzel a kiparodott térdem. Térdem, a térdem kicsavarodott. A térded, aha. Megmutatod nekünk? Oda tudod irányítani a kamerát? Hát, ja, hogy be vagy kötözve. Aha. És most szigorú árnyugalom? Illóolajokkal próbáljuk kezelni. Ott ugye kis Jézust is tömjénnel kezelték, úgyhogy én is magamat tömjénnel kezelem. Vannak fájdalmaid? Természetesen, de ma már nem vettem be fájdalomcsillapítót. Ma már elpróbálom így összeszorított fogakkal a mai napot végigvinni. Figyelj, és mi lesz a darabbal akkor most, hogy te megsérültél? Tehát hogyan tovább? Igazából van váltótársam, a Homonai Zsolt, de meg fogunk tudni csinálni az előadást, mert az előbemutató az közel egy hónap, és az addig még tudok pihenni. Vendégünk Homonai Zsolt, aki tegnap először állt színpadra sérülése óta. Jó reggelt! Jó reggelt! Az a kérdés, hogy neked ki a váltótársad? Nekem van az Árpi a váltótársam, úgyhogy tökéletesen vagyunk. Tehát tényleg annyira, ami egy szerepet próbálunk, figyeljük egymás játékát, ugye együtt építjük a karaktert, és most ugyanarra a lábunkra sérültünk le. Úgyhogy ez ennyire egy kollegiális viszony. Na és veled mi történt pontosan? Ugye Notre Dame Toronyőr című szuperprodukciót próbáljuk, amit majd Szegeden mutatunk. És hát ez a mind Victor Hugohoz méltóan, mind a darab zenés változatához megfelelően egy nagyon látványos, nagyszabású produkció, rengeteg mozgással. És mi ezen belül is egy nagyon-nagyon mozgékony szerepet csinálunk, aki az eseményeket irányítja, ez a Klopen. Ez a Klopen, aki a cigányok királya és vezére, és a vásári forgatagok egyik fő irányítója és mozgatója, és hát mi pont azok vagyunk, akik fölle száguldozunk a különböző díszletelemeken. Hát, ahogy láttam, tanult kollégám és barátom is ennek a eset áldozatul, mert egyik próbán azt hiszem, hogy ő is egy kicsit más irányba indult, mint a lába. Hát ez sajnos előfordul, de nem áll ezt tőlünk távol, mert akár a Szépség és szörnyetek, vagy bármelyik ilyen típusú darabnál azért rengeteg mozgást. De ilyenkor egyébként jelent. Nem merül fel annak lehetősége, hogy dublőr legyen az, aki végrehajtja ezt? Valaki lepróbálja a darabot. Hát, ezeket a részebb ugrásokat, nem tudom, mi van benne, tehát fel sem merül ilyenkor? Tehát azért ez nem komoly? De az az igazság, hogy ezek a mozgások a színészi, normál színészi munkánkon nem megy túl. Tehát ez nem olyan, hogy mondjuk 8, mert természetesen vannak, és a Szépség és szörnyetekben is vannak igazi végzett kaszkadőrök és artisták, akik adott pillanatban jelmezben megcsinálják a zuhanást, vagy egy verekedés jelenetet, amikor a torony lépcsőjén kizuhanva, lezuhanva esik. De ez, hogy tulajdonképpen ilyen díszletelemeken mi ugrálunk, fölmegyünk meg. Ez a zenész színháznak egyik sajátossága. És ugye nem mindig adatik meg az, hogy mint mondjuk a Vígözvegynél, hogy adott esetben az ember csak jön és énekel, bár ott is azért már sokkal inkább mozgékonyabb a dolog, de egy ilyen típusú szerepnél ez elkerülhetetlen, normális. Ez itt Oxigén Maszkban te vagy? Igen. Amikor készültem belőletek, vagy a témából, akkor figyelj, ahogy olvastam, hogy mi történt veled, és milyen fájdalmaid voltak. Ez nagyon fáj. Hát konkrétan borzalom. Hát gondolom, te nem láttad, mert nem készültek. De hát nagyon sok készülem. Nem, szóval, hogy az nagyon-nagyon fáj. Nagyon fáj. Tehát már a mentőbe kaptam egy ilyen palackot, amit aztán így végig, amikor tologattak ott a srácok, akik kiszedtek a mentőből, mondták, hogy ezt vigyem magamban. Az, hogy így kiugrott a talpamból a lábujjam, és így fölcsúszott, mert ugye ráterhelődött a súly, innen kijött az ízületből is, de fölment. Egy picit jó, elég ne részletezni. Erről beszéltem. Nem tartunk ott, hogy visszatették, ez még mind semmi ahhoz képest, hogy visszarakták. Mert hogy ezt vissza kellett, hogy pattintsák. De nem sikerült elsőre, aztán másodikra sem. Amit én akkor fennhangon közöltem, az úgy érzem, hogy nem latinul volt, mondtam is az orvosoknak, hogy ez egyetem a Semmelweis orvostudom egy egyetemnek az anyagából volt, inkább népies megfogalmazásokat. Azt hiszem, de ők maguk is hívtak inkább egy
főorvost egy idő után, mikor különböző, tehát itt visszatetrixezték az ujjaimat, és nem, szóval nem jött ki a sorrend, mint a bűvös kockába, és akkor hívták. De mindezt érzésfelenítés nem nélkül, kaptál vagy valamit kaptál? Kaptam, de az valahogy nem használt, szóval az csak jobban fájt, és aztán már maga az, hogy berakták az injekciót, vagy benyomták az injekciót, az valahogy iszonyatosan fájt, és utána pokoli volt. Tényleg azért volt ez a gánom, mert egyszerűen szakadt rólam a víz. Volt, hogy én fogó a kórházi ágyon, ahogy feküdtem, és egyszer csak letört. Mondom, hogy valamit csinálják, tegyék vissza, vagy találják ki a helyes újságot, mert lebontom a kórházat perceken belül. Itt. Most hogy vagy? Ki van jobban? Meg hogy melyikőtök játszik most? Hát most én próbálok, illetve ma este van Mária Antoinett utolsó előadása, és ugye Árpiában a francia király, 14. Lajos, én pedig, mint Orlán hercege megérkezem a palotába, és a francia forradalom hevében, hát őt, mint trónfosztjuk, és a Bastille-be, illetve a Conciergerie cellájába kísérjük, úgyhogy nagyon jó lesz, mert én tartóztatom le, mint a forradalom vezére. Az egyik sánta, a másik sánta. Ki fogunk sántikálni, mind a ketten a ballábunkon, szerintem nagyon nagy pillanat lesz. Na, jobbul lesz kívánunk. Hát köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltál.